يسوع. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Több hónapos nyüglődés, mondhatni némi agónia után a ház falai közé került a munkatörvénykönyv tervezete. Hát ami várható volt, az be is következett. Gyakorlatilag a tervezet alapján a kiszolgáltatottság nő, az érdekképviseleteknek a lehetőségei azok sarokba szorulnak, korlátok közé szorulnak. Többet kell dolgozni az embereknek az elkövetkezendő időszakban, ugyanazért a pénzért, vagy adott esetben még kevesebb pénzért is. Ellentmondás a helyzet, de sokkal több ellentmondásosság feszíti ezt a törvénytervezetet. Példaként a legújabb verzióban a területi minimálbér fogalma is bekerült. Magyarul ugyanazért a munkabérért különböző, ugyanazért a munkatevékenységért különböző bért lehet majd fizetni az ország különböző pontjain. Vélhetően ez nem a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű térségekben élő és dolgozó emberek javát fogja szolgálni, a kisebb keresetűekét, azokét, akiknek egyébként is nehéz az élethelyzete. Államtitkár úr már itt hozzávetőlegesen beszélt a napirend előttiek kapcsán, hogy szolgálati idő, életkor szerinti megkötelezettsége, hát minimálbérhez kapcsolódó. Mindenért azt egy adott feladat elvégzéséért kell adni, nem pedig ilyen parametrizálás alapján. A kiszolgáltatottság nő két és egyrészt sárba tipornak megszerzett jogokat, nem csak és az érdekképviseletek, a szakszervezetek jogait, hanem sokkal inkább az emberek jogait beszélek, de a szakszervezetek jogait is, és ezáltal a védettséget minimalizálják, ami az emberek számára adott volt. Nem volt valós érdekegyeztetés, gyakorlatilag a kiválasztottak ülhettek az asztalhoz, és ezek alapján született ez a torzó tervezet. Kevesebb pénz jut az ember. Kevesebb, mert a rendkívüli munkavégzés kapcsán a túlóra pótlékok megfizetése akár el is maradhat, szabadidővel kiváltható, vagy ha az alapot beleépítik, akkor számításba sem kell venni. Hát ki lesz majd az a munkavállaló, aki nem fogja megengedni munkáltatóján egy munkaszerzős kötelező, hogy ez bekövetkezzen? Senki, vagy nagyon kevesen, mert dolgozni akarnak az emberek még kis pénzért is. Óriási hivatalokat hívnak életre, az OMMF-et, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatot, Nemzeti Szakképzési Felnőttképzési Intézetet egy égisz alá akarják hozni, a munkavállalói jogok betartásának az ellenőrzése látható módon csorbákat fog szedni. Át akarják rendezni a munkaügyi bíróságokat. Már nem a munkavállaló pártiság, jó értelmű pártiság fog érvényesülni, hanem valami egészen más. Rossz gazdaságpolitikai döntéseiket a munkaadókon verik le, de adnak nekik egy lehetőséget, hogy látok meg a munkavállalókat, és ezen keresztül pótoljuk a pénzeket. Államtitkár úr, ezért a munkatörvénykönyv tervezete politikai felelősség kit terhel? Mi az a pénz, amit önök kifizettek ennek az életre hívásért? Ezzel akarnak önök egy új munkahelyet teremteni? Miért gyengítik az érdekképviseleteket? És valójában miért kell az elkövetkezendő időszakban az embereknek többet dolgozni, kevesebb pénzért? Köszönöm szépen, elnök úr!